Na, sziasztok! Hát, ahogy ígértem, délelőtt, vagy délután volt? Már nem tudom, amikor így ilyen sok pihenő van, ilyenkor így egybe folynak a napok. De meg lett ígérve, hogy most este folytatjuk a Most Wanted-et. És hát egy nagyon-nagyon picit, de remélem, hogy hát most már vége is lesz. Mert érzem azt, hogy tényleg, tehát már ugye elkezdett egy kicsit rossz irányba menni ez a játék, azzal, hogy egyre hosszabbak a versenyek, indokolatlanul, egyre nehezebbek, meg ilyenek. Úgyhogy, ja. Na, azt mondja, hogy 8 versenyt kell ugye megnyernünk, eddig megvan 5. Csak hát ez az 5 is szopás volt. Nem tudom, mit kellene. Én csak először is meg akarom nézni. Mi nyertünk egy Aston-t, és az Aston az nem lenne gyorsabb. Hát nem. Még annyi, hogy akkor így az enyémet azt el is adom. De így egy csíkok alapján ez nem azt jelenteni, van olyan, amelyik ezektől gyorsabb. Mert jelenleg úgy néz ki, hogy ez a leggyorsabb. Na, mindjárt megnézem a boltot. Mert erre azt hiszem performance cuccot már nem lehet venni. Mert ezt ugye megnéztük délelőtt. Vagy délután, nem tudom. Délelőtt vagy délután. Na, aha, most már minden fel van oldva. Hol van a... itt a Viper. Tehát S, Y... Ha, hát akkor elvileg ennek a McLarennek kéne a leggyorsabb kocsinak lennie, meg ennek a Porsche Carrera-nak. Én ezt mindig Cayman-nak hívtam, pedig van Porsche Cayman is. Még ennek a végsebessége brutál. Hát, jó, tehát pénzünk igazából van, úgyhogy kipróbálhatjuk. Mondjuk annyi, viszont 100%-ra tuningolni még valószínűleg nem lehet. De azért megpróbáljuk, hogy hátha. De nem tudom, hogy a Need for Speed készítői voltak ennyire merci fanok, vagy a merci fizetett ennyit, hogy a Most Wanted-ben, meg a Carbon-ba is ez a McLaren legyen a leggyorsabb kocsi. Na, akkor nézzük. Kész. Szerintem el is fogyott a pénz. Fasza. Az a baj, szerintem ilyen megmaradt kocsim nincsen. A főni kocsikat nem akarom eladni. Hát ez, amelyik ilyen nem főni kocsi volt, de ez meg jó teljesített, ezt azért nem akarom eladni. Ötös hítem van a Viper-rel. Hasz vagy a faszba? Na jó, hát akkor nem tudom, csináljuk meg ezt. Mert még hogyha mondjuk most nem is sikerülne összehozni maxosra, minél előbb muszáj lesz, mert valószínűleg a kövikörnél, amikor már ugye Razer-re gyűjtjük össze a versenyeket, ott már muszáj lesz. Na,
Mert emlékszem, hogy a... itt ugye nem tudom, mert ugye itt sose oldottam fel, de emlékszem, hogy a Carbonból tényleg ilyen nagyon overkill kocsi volt ez a McLaren. Hát a Anno Darius-t azt csak ezzel tudtuk legyőzni. Pontosabban én csak azzal tudtam. Nővérem ő a 4GT, mert a 4GT abban is benne volt. Nővérem az a 4GT-vel is le tudta győzni, de én nem. Én csak a McLarennel. És bad meg tényleg, tehát korvettek jön, de hogy a faszba lett itt ötös hítem? Ezt a kocsit, ezt ezért, talán egyszer, ha használtam ezért a bounty vadászatra, de az is csak ilyen véletlenszerű volt, hogy így verseny közben így elkaptak, de ennyi. Azt remélem, hogy ugye mivel még verseny közben vagyok, hogy az izéket, útorlaszokat nem állítanak, meg szöges drót, meg faszom tudja. Nézd meg, bazd meg, és de a nyomorult geci azt tudja, hogy nem is azért csinálja, hogy elkapjon, csak hogy kibasszon velem, hogy így beáll elém, azt nyom egy satúféket. Azt mondjuk van 40 másodpercem. Hát ez akkor eléggé jól ment. Hát jó, mert legalább az okozott kárt a számolta eddig is. Semmi mást. Hát mindegy, ezt minél gyorsabban le akarom rázni. Aztán akkor utána, hát az a baj, hogy
Most mondanám, hogy akkor veszek alkatrészt, hogy leszedjem a heated, de az most megint pénz. Elbasztam. Jobb szélen át tudok menni. Baszki, azt ott volt egy izé? Torlasz. A mocskos kurva anyádba takarodjál már előlem, bazd meg! A faszopó geciel, bazd meg, előre hátra tolja a kocsit, hogy ne tudjak menni. Jó, mindegy, legalább kifizetem KP-be, azt így letakarodik a hit a kocsiról. Azt tudom, hogy mi a francnak baszódott fel egyáltalán ennyire. Na, így van egy 20-as, hát ebből az, hogy lófasz nem tudok venni. Akkor szerintem az lesz, eladok egy Eclipse-et, de nem az enyémet, hanem azt, amelyiket nyertem. Á, de még 15, hát azzal se érek semmit. Na jó, akkor próbáljuk meg valamelyiket.
Látom, hogy mindenki ütközött valamivel. Bazd meg! Geci! Csak egy másodperc előbb kellett volna beleérnem. Baszki, és már megint ugyanott tartunk. Jó, pont megvan. És akkor még megy egy vagy két verseny. Egy. Hát ne ez a baj, viszont az már mind körverseny.
Hogy de kurvára érzem, hogy ez a harmadik körbe vissza fog előzni. Nem most kellett addig várni. Na hát, ez kurva nagy mázli volt szimplán. Na, tehát így a versenyek már megvannak. Nézzük, mi van a legnagyobb hit. Kettes. Jó, ott a Galarthon. Oké, hát amúgy kb. Láttam, hogy szöges akadályt kell elkerülni, legalább 9 percig tartson, 200 ezres kár, 12 útzár, 8 szöges drót. És nem az üldözést választottam ki. Hát akkor már megpróbáljuk. Mondjuk ez elég, hogy 2.20-at vagy mennyit kért. Én meg 3.20-szal megcsináltam. Ettől függetlenül akkor így igen, tehát mind a 4-et meg kell csinálni, mert ugye 5 mérföldkő kell. Na kezdjük. Nem maradjál le! Neked is szép estét, Krisz! Kéne még ezt a két nyomorultat kiütni, mert ez kurva élet, hogy akkor megint el fogok tudni menekülni, és az még nem kéne. Mikor jön már erősítés? Ajaj.
mondtam, de most elvileg jöhetnek a pontiákok. A PS2 az egy nagyon jó választás. Hát ez egy kurva necces lesz, hogy ezért már 2 percnél tartunk. Az valószínűleg az eléggé könnyen meg lesz. Hát mivel én PS3-on nem, tehát nem olyan PS3-on van, ami még tudná, így nem tudom, hogy azon milyen volt ez az összefele kompatibilitás. Csináltam egy kis kárt. Na, még 1 perc az erősítés. Hát én az ilyen moddolt, meg chippel dolgokban én ezért nem bízok, meg ezért nem akartam se olyan PS2-t, se PS3-at, se PSP-t, ami így moddolt, mert ami a moddolt, az mindig is instabil lesz. Mert azért, hogyha valami ugye full eredeti, az jelent egy minimumot. Hogyha mondjuk főleg egy gyártóról van szó, hogy tudjuk jól, hogy az annak úgy működnie kell. És hogyha nem működik valamiért, akkor lehet reklamálni, meg felháborodni. De hogyha valami ilyen moddolt, annál nem is háborodhatsz fel, mert arra nem vállaltak semmilyen garanciát, hogy az jó lesz. Na, le kéne takarodnunk az autópályáról. Szél. Az még jó lett volna, hogyha rádőr a izére, a blokkádra. Aha, ezt lehet elbasztuk. Jó, nem. Jó, tehát akkor szerintem most az üldözés végéig inkább nem nagyon olvasom a chatet. Mert ilyesmi dolgok történnek belőle. Szerintem itt van a víztor... nem. És tetves benzinkút van. Szélen szerintem még el lehet menni, csak azt kéne, hogy ne lökjenek bele. Bal szélen, nem, akkor jobb szélen.
még 2,5 perc. 3 blokád. 4 szöges csapda. Hát, hogyha 3-at legalább meg tudnék csinálni, akkor utána inkább lelépnék, azt csinálnánk még egy trafi boxot. Viszont a földút az nagyon nem jó üldözésekkor. De jó, ez meg lezúzta magát. Miért villog most az összes kocsi? Nem látok csapdát, úgyhogy csak törni kell. Hogyha itt lett volna a tüske, azt mindenhogy beszopom. Na kár megvan. Na 3 is meg lett egyszerre. Akkor én azt mondom, hogy próbáljunk meg lelépni. De az képviselő, azt mondták a valamelyik SMS-be, hogy ha elérem az 5-ös hítet, akkor izé, akkor minden rám jön, sőt, még cross is. Köszönöm szépen, Krisz, neked is jó éjszakát. Tehát, hogy azt mondták, hogy minden is rám jön, ahhoz képest... Nem tudom, tehát izé, oké, korvettek, de azon kívül ugye azt írták, hogy hát a cross is itt lesz, meg izé, meg rám tapad, meg faszom tudja, az cross még eddig egy üldözésben se láttam. Menni. Lelépni akarnék amúgy, de végülis így meg lett az utolsó feladat is. Thank you.
Na. Hoppá, jön fálom az egyik. De na, most miért nem menekülök elfele? Jó, hát bazd meg, ma akkor mutatod, amikor itt van a seggembe. Azt hiszem kb. 1 millió kellett. De nincs meg. Mennyi kell még? 550 kell, 486, tehát durván 70 ezer kéne. Aha, és az meg 114 ezeret ad egy ilyen. Akkor lehet, hogy én megpróbálom ezt. Meg is van. Toru csak rád vár. Tudod, egy McLarent vezet. Ennyi magáért, baszél. Füstölt ki gyorsan. Én kifüstölöm, geci. Csak nem ezzel a kocsival. Nagyon 60 ezrünk. Hát... az a baj, szerintem azzal se tudnám kituningolni maxosra. A McLarenem. Hát kipróbáljuk így. Mondjuk amúgy esküszöm, eddig a boss kocsik közül ez a legvisszafogottabb. Ez egy sima fekete szín, az kész, de semmi agyonmatricázás, meg ilyenek. Mert azt nem lehet mondani, hogy hát mert hogy a luxus kocsi azt azért, mert hát az Aston is luxus kocsi, azt is így agyonmatricázta az a hülye gyerek.
Mondjuk tényleg, hogyha meg most gondoltam bele, hogyha meg megnyerem a kocsiját, akkor meg gyakorlatilag teljesen feleslegesen vettem 300 000 jegyet. Úgyhogy akkor úgyis az lesz valószínűleg, hogy azt eladom. Hát nézd már még hogy rám tapad a kis faszapó. Mondom, ezek a kibaszott civil kocsik, ezek csak idegesítésre vannak itt. Nagyon fennakadt annál a shortcutnál. Hát fej-fej melletti volt, de sikerült. És akkor 2 sprint.
Az a sprint specialista az abban fog megmutatkozni, hogy az összes létező shortcutot beveszi. Az a taxi majdnem kibaszott velem, ez is megvan. És akkor az utcsó. Na, a csávót valamiben nagyon belement. Yes.
És megvan! A következő állomás az Razor. Ahhoz képest, hogy sprint specialista, ahhoz képest amúgy a körversenyben volt a legerősebb. Jó, akkor a szürke mercit lehet eladni. Mondjuk az eléggé geti, hogy nem a saját Mustangjával áll ki ellenem, hanem a Bumbimmel. Razor, a te kocsiddal lett a legjobb, most a királyváros mondja meg, hogy a padlón maradj. Ja, no, amikor ezt láttam, ugye akkor még a játék azt hiszem angol volt. És ugye én meg bennem totál az volt, hogy ezért Razoré eleve a Bumbi, és akkor azért jöttünk, hogy megnyerjük. Ugye én nem tudtam azt, hogy az amúgy a mi kocsink volt, csak csalással elvette tőlünk. De tudod mi a dolgot? Túl sokat küzdöttél, ne hagyd most abban, na nézzük. Az a baj, de biztos, hogy 9 vagy 10 versenyt kell. 9-et, hát éreztem, bazd meg. Na jó, most járunk 1 óránál. Azt mondom, geci, fejezzük be most. Úgyhogy korán a gyengék alszanak. Akkor ezt el is adjuk. Hát kurvára nem érte meg megvenni. Az igen, 3,9 milliós a vérdíj rajta. Jó, akkor ez. Elszaladunk megnézni, hogy tudok-e rajta még fejleszteni. Lehet, hogy már mindenből maxos lesz. Mindenből maxos. Viszont annyi, hogy akkor megnézem, hogy tényleg úgy volt, hogy tehát ez gyorsabb, mint a Viper. Elvileg a végsebessége egy nagyon picit rosszabb, meg az út tartására azt írja, egy picit rosszabb, de azt nem tudom elképzelni. A gyorsulása viszont sokkal jobb. Bazd meg, és ez 2,5 milliós vérdíj kell. Na jó, akkor szerintem napofázzunk.
Hát amúgy én így azt mondom egyelőre, hogy irányításra sokkal jobb, mint a Viper Road. És nem tudom, hogy miért ahhoz írja a jobb kezelhetőséget. De az még több mint fél perc van. Hát ez a McLaren, ez egy állat. Szerintem most így inkább így megyünk sorrendbe, hogy most először a trafipaxok, sprintek, drag race, az mondjuk nem tudom, hogy van-e. A drag race akkor a sprint után az. Utána trafi, és utána minden más. Meg azt nem is néztem, hogy hány mérföld követ kér. Ugyanúgy ötöt, vagy azt is feljebb vitte. Valahogy erről a zenéről folyamatosan nővéremnek az egyik barátnője jut eszembe. Akiről semmi más emlékem nincsen, csak az, hogy ilyen metálos stílusú volt, és ez volt az egyik kedvenc zenéje. És a csajnak már keresztnevére sem emlékszek. Emlékszem, hogy egyszer náluk aludtunk nővéremmel, és folyamatosan a Kárhozott a királynője nevű filmet akarta megnézni. És aztán abban is a Disturbed játszott.
Még amennyire emlékszem, az ilyen nagyon emós csajfilm volt, úgyhogy... Hát azt nővérem még egyszer nagyon akarta, hogy nézzük, meg akkor megnéztük, de... Hát nekem csak a zenék tetszett. Vagyis hát annó nem tetszett belőle. Annó víz kivert a metáltól, nem tudom, nagyon... Nagyon nem az én világom volt, én rappet szerettem sokáig. De nem tudom, hogy ez mikor vagy mi hatására változott meg. Próbálok visszaemlékezni, de tényleg, én még kezdtem én szeretni a metált vajon. Most ezen fogok gondolkodni. Mert voltak metál számok, amiket szerettem, mert szerettem a Bring Me To Life-ot, ugye az Evanescence-től. Hát végül is szerettem ugye a Sonic Adventure-nek a számait, abban egy-kettő azért az metal volt. Lehet, hogy amúgy ennek a játéknak a hatására kezdtem el. Mert ezt a számot, ezt nagyon szerettem. Szerintem amúgy úgy volt valahogy, hogy megszerettem ezt a számot, és akkor ennek hatására kezdtem el ugye megszeretni, tehát valamikor ezután pár évvel kezdtem el ugye nézni a pankrációt is, és a pankrációban meg hát sok pankrátornak volt metál száma, és akkor így a kettő miatt kezdtem el szerintem szeretni a metált, de így végül is a katalizátor az ez volt. Tényleg, nem, tehát olyan rappeket hallgattam, aminek nem tudom, 20%-a az ma már nekem hallgathatatlan. De emlékszem, hogy rengeteg Exhibitet hallgattam, nekem ő volt annó a kedvenc. Hát... Azon kívül, hogy hát, ja, inkább Exhibit volt ugye a fő rap forrás. Légy szó, talpra! Köszi! Viszont így belegondolva, hogy a metalmániát azt végül is azt így helyre sikerült tenni. Szerintem amúgy a rapmánia az viszont így karöltve a Most Wanted, az Underground 2, meg a Def Jam Fight for New Yorknak így a hármasából jött. Emlékszem, hogy próbálkoztunk egy magyar rap hallgatásával is, tehát így egyetlen egy szám van, amit így az túlzás, hogy szeretek, de így meghallgatók, az ugye a Majkától az Ilyen a Box. Hát meg azóta a fütyülős, vagy fütykös, vagy mi a neve annak a számnak, amit itt talán Király Viktorral, vagy kivel ad elő?
nem tudom, úgy maiban nagyon nem vagyok benne. Az egy szám az, amit még úgy meghallgatok. Hát ez is nagyon easy-ben megvan. Szerintem stream után hiába van lassan éjfél, szóval ráírok nővéremre, hogy mi volt annak a barátnőjének a neve. Már ez idegesítő, hogy még a keresztnevére sem emlékszek. Itt vagyunk a pálya végig, és egy perc maradt még! Ezt az elején meg úgy indultunk, hogy azért, hogy már figyelmeztetett a játék, hogy lassan lejár az idő. Igen, csak ez a baj, hogy valahogy, mintha az összes Need for Speed eddig ezzel operálna, azt gondolják, hogy attól lesz nehezebb a játék, hogy hosszabb. Na, csak már muszáj volt inni is. Tehát akkor már megnézem legalább, hogy... A mérföldkőből ugyanúgy csak 5-5 kér. Az csak a második? Ja, egyel. Igen, jó gyorsulok, viszont ugye ennek a csúcssebessége az gyengébb, mint a Vipernek. Tehát 90-nel előztem le a másodikat. Sokáig azt hittem, hogy még át sem ment azon a trafin. Anyádat azt szabotáld. Hát jó, meg így se sikerült beérniük, csak így azért kisebb lett a különbség. Ez valami drop box is azonnal sikerült.
Nem tudom, ez itt mérföldkö... Ah, nem mérföldköves volt. Ez jó. Tehát, hogy magyarul, ugye, ahogy vége lett a versenynek, pont egy trafipaxnál lett vége. Azt a trafipaxnál meg a sebesség limitet is átléptem. Jó, hogy most kell viszketni a jobb szememnek. Komolyan egy Fiat. Ez azért nem mondott komolyan, hogy azével én a McLarennel megyek, és akkor egy szaros kezdőkocsi bazd meg az első. Bazd meg egy kobold! Nos komoly bazd meg, hogy izé kezdő kocsik ellen versenyzek. Mert én azt hittem, hogy ez egy Evo, de nem az. Szerencsére annyira nem húzott el. Na mi van? Eladsz minket! Tudom, hogy csak viccelsz velünk. Így csinálsz mindent jobban. Sosem lehetsz a legjobb. Soha! Gondolkozz el ezen, csúnyán kikaphatsz a végén. Ja igen, mert hogy ugye Razer elkezdte azt terjeszteni, hogy mi valami beépített rendőrök vagyunk. Jó, tehát a Mustang azért már nem kezdőkocsi, de azért ez is egy kicsit túlzás.
3, meg 4. 5. Na most van inkább a host, nem 11. Az már ennyi. Most ez a legrövidebb. Hát eddig az eléggé szarul megy. Na itt viszont behozzuk. Na ez is megvan. Az a rendőri üldözés az most nagyon nem kellett. Mi van? Most már semmi sem állíthat meg. Ez a Razor felfigyelt. Tehát Razor non-stop végig pofázta az egészet az egész kampány alatt. A Razor az végig figyelt. Kurva hosszú már mindegyik. De így belegondolok, hogy ahogy tényleg most így a legvégéhez közeledünk, hogy itt ugye végülis az E6, tehát szerintem egyértelműen kijelenthető, hogy ugye így a többi játékhoz képest, ahol igazából jó megjegyeztük például az Underground 1-be, hogy ugye a Edinex Skyline-ja volt, meg
a karbomba Dariusnak ugye Audi R8, meg ilyenek. Tehát úgy tudunk ilyen jellegzetes kocsikat. Viszont szerintem az összes létező, nem tudom, hogy hogy volt, hogy az autógyártók jelentkeztek be, hogy melyik, tehát hogy például a Bömbi, hogy azt ők szeretnék a főszereplőnek az M3-ost, vagy az IE választotta ki, de szerintem az összes autógyártó bánhatja, hogy nem őket, ők lettek kiválasztva erre. Mert ami tény, az tény, hogy basz meg. Mert ami tény, az tény, hogy nyilván Európában vagyunk. Tehát nem kell reklámozni a BMW-t ahhoz, hogy legyenek eladások. De szerintem elmondható az, hogy a Most Wanted az én generációmnál nagyon sokakat befolyásolt arra, hogy BMW-t vegyenek. Azon jobban is, mint kellene. Óhe, ez komoly! 20 perccel a... vagy 20 perccel... 20% a vége előtt kellett bebaszni oda egy kamiont. Hát ezt nem hiszem el. Ja, jó. Ez már kurvára nem jó, bazd meg! Hát még ott az egyiket, azt még ott megúsztam volna. Mocskos kurva anyádat. De tényleg ilyen fasz játékot, hogy bebasz egy kanyarba egy ezért, a vége előtt egy kamiont.
Jó, nem akarok ide kamiont. Köszi. Akkor itt meg óvatosan a kanyarra. Na, most másodjára azért simánban ment. Jó, üléspozíciót váltunk. Na, mennyit vittem le? 6-ot? 7-et? Tehát még 2. Kire ez lesz az egyik? Hát a másik meg szerintem az ellenőrző pont lesz. Meg. Na, már csak egy. Na, tudom, hogy kurva hosszú. De igazából a két körverseny meg még hosszabb lenne.
Szóval gondolkozok azon, hogy most ugye nyilván majd a Lamborghinivel fogom megcsinálni majd a Bountit, meg a mérföldköveket is. És gondolkozok ezen, hogy ezzel menjek neki Razornek, vagy pimpeljem fel mondjuk a Lancert. Lehet megpróbálnám a Lancerrel. Mert tényleg azt, hogy amúgy a Mercedes-t is nekem ott baszták el, tehát hogy vannak ugye a három úgynevezett ilyen luxus vagy elit német márka, ugye a Merci, az Audi meg a BMW, amiknek a használói állandóan vetélkednek egymással, hogy melyik a jobb. Nem tudom, hányszor látok ilyet, vagy a azért már ilyen TikTok videók is vannak erről, hogy így azért kiveszi az AMG Mercióból a izét, a lábtörlőt, és akkor azért a BMW-nek a hűtőrácsához oda csapva porolja ki, meg ilyenek. Tehát nekem az a baj, nekem az összes ilyen húzás, nekem nem az van, hogy mondjuk építi a Mercit, csökkenti a BMW-t, vagy fordítva, nekem mind a két márkát lehúzza ez. Tehát nálam ezért van az, hogy amikor így gondolkoztam ezzel, hogy milyen kocsit, tehát ezért van az, hogy eszembe se volt igazából egyik se. A Mercedes az egyértelmű, tehát abból, amelyik ilyen megfizethető nekem, azok ezek a babszem, vagy az pápaszemesnek szokták hívni, ezek a pápaszemes Mercik, amik szerintem így a Fiat Multiplához hasonlító szépségűek. Az Audiknál, azok az Audik, amik nekem tetszettek, azok mind túl drágák, mert nekem ez A6, meg a felettet, meg hát nyilván az R8, csak 10 millió nincsen rá. Hát ugye a Bömbinél, meg nekem ugye a 316-os az, amelyik a... Szerintem a 316-os, tehát az itteni BMW M3-nak a civil verziója, azt szerintem a 316-os. Azt tetszett nagyon, csak ugye ezekkel mindegyikkel ugye az a probléma, hogy hülye gyerek autó. Tehát lett egy ilyen kifejezés a használt autópiacon, hogy hülye gyerek autó lett belőle, ami ugye azt jelentette, hogy megvette annó valami kultúrát ember, aztán ahogy szépen el lett adva újra meg újra, ugye eljutott olyan emberekhez is, akik annyira nem kultúrát emberek, tehát a tróger magyarul, és ugye azok meg is szépen lelakták, meg széthajtották. És azért van az, hogy most már tudja, hogy semmi pénzért nem vennék BMW-t. De hát nyilván a BMW-sok azok ilyen eléggé hírhet népség, tehát így az még jobban levitte az ázsióját nálam a márkának. Úgyhogy a Mercedesnél meg ugye pont az volt a Bibi, hogy ugye annó én elhiszem, hogy egy luxus márka volt. Mert tényleg emlékszem, hogy Schwarzeneggernek van egy olyan kép róla, hogy ott is egy ilyen régi Mercedesben van, egy A-Merci, vagy nem tudom milyen Merci. A Mercihez annyira nem értek. Tehát egy ilyen régi Mercie volt, aminek még ilyen vezetékes telefon is volt benne. Most arról van egy kép. Tehát elhiszem, hogy egy luxus márka volt, csak ott a márka is, meg az emberek is. Most... bazza meg, igen... kurva anyátokat! Mert ugye az, hogy üldözés közben nem nyomhatok pályára visszatevést. Azt ugye hiába verseny közben voltam, de faszapó úgy vette, hogy üldözés van. Kurva anyátokat. Na tehát én elhiszem, hogy tényleg, hogy egy luxus márka volt, csak itt ugye a márka is elbaszta azzal, hogy elkezdtek ilyen alsó kategóriás típusokat csinálni. Mert annak is nem tudom, mi lehet a neve, az a kis töpszli görbe hátú Mercedes. Tehát az is azért baszott a megítélésén, meg ugye az, hogy hát már manapság minden létező ilyen fillér baszó vállalkozónak Mercie van. És ugye nem is a legújabbak, hanem nagy részt ezek azok a babszemes, vagy pápaszemes Mercik, meg Bálna Merci, meg mit tudom én. Úgyhogy hát a Mercit is nem nagyon leépítették. Ma azért van az, hogy ahol én is melózok, ugye a cég főnökének is Mercie van.
És ugye és pedig ő ugye milliómos vagy milliárdos talán. És ugye nekem ott is ez a röhely, hogy egy csomószor azt beszéltük a kollégákkal is, hogy ők mondták, hogy hát igen, az évet Mercit, mert új Merci, tehát nem pápaszemes Merci. Tehát, hogy igen, az évet Mercit, mert azért még csak egy luxus márka. Tehát én értem, csak tényleg, tehát már ez nem, hogy mondjam, tehát nem kitűnés, vagy nem olyan nagy luxus, mint mondjuk itt 30 éve. Szerintem. Mert tényleg azt, hogy ezért, hogy elmész az utcán, és akkor tényleg a utolsó zöldségesnek is általában Mercie van. Tehát én ennyi pénzzel nem tudom. Tehát van például egy szájsebészünk, a családnak egy ilyen ismerős, aki szájsebész. Na, tehát az megadta a módját, ő Lamborghinivel jár. És nem hitelre, meg faszom tudja, hanem keres annyit. Mert érdekes módon, mert ugye mondhatnánk azt, hogy hát jó, de a használt piac elbaszta. Ott van példának az Aston Martin, a Bentley, a Rolls, meg a többi. Vagy még hogyha mondjuk a Rolls-Royce-t mondjuk nem is nézzük, de ott van a Bentley, meg az Aston Martin, azok is ugye luxus márkák, tehát luxus autómárkák, és egyszerűen ugye nem kezdtek el ilyen selejtmodelleket gyártani, mint a Merciből az a 124-es, vagy nem a 124-es. Volt valamelyik, amelyikre mondták, hogy az előtte lévő, meg az utána lévő is jobb volt. Ahogy az elvileg nagyon szar lett, már nem tudom melyik az. Nem, 124-es, az talán bál a Merci. Nem tudom, nagyon nem tudom. Tehát ide volt egy olyan modell, amelyikre mondták, hogy az nagyon szar lett. Aztán volt egy másik, amelyikre mondták, hogy szintén az is állandóan beszart. Tehát, hogy azért ezek a márkák, mint az Aston, meg a többi ilyen luxus márka, azok nem csináltak szar modelleket, és ezért megmaradtak luxus márkának. Oké, mert a Mercinél is ugye van olyan, amelyik ilyen luxus típus maradt, ugye, mint az AMG Mercik. De tehát az a bíbor, hogy az is Mercedes, tehát azt is Mercedeshez kötjük. De úgy csak egyes híten van, meg így egyes szintű járőrkocsik üldöznek, de hát már alig lehet őket lerázni.
jó lenne majd megnézni a mérföldköveket is, mert... Igen, még mindig az a bibó, hogy a bontit azt itt nem számolja, csak az államnak okozott kárt. Na, úgy néz ki, hogy a versenyek megvannak. Most nagyon gyorsan ezeket a nyomorultakat lerázzuk. Most nem... Ja jó. Azt hittem már, hogy kikerüli. Pedig két perc alatt le kéne őket rázni. De még azt, hogy mindenhol ezek a kurva benzinkutak vannak. Na, itt viszont a benzinkúton aztán van egy lerázó hely is, vagy ilyen rejtek hely. Hát, vagy lehet, nem is oda megyek. Jó. Na, akkor versenyek megvannak, mérföldkövek. Tegyek tönkre 35 kocsit, szerezzek 850 ezer vérdíjat, illetve meneküljek 13 percen át. Na, akkor először is csinálunk trafipaxokat. Mennyivel kellett volna itt átmennem? 241. Akkor szerintem nem onnan fogok majd átmenni. Nem erről. Hogy szopjál le! Jó, hát ezt a sok nyomorút geci miatt, amelyik befordult elém, hát így kurva nehéz.
Jó, azt mondtam valami régi volt úgy is. Jó, hát ez megint el van baszva. Próbáljuk meg erről. Na itt meg ez elég éles kanyar. Bazd meg! Hát, amúgy szerintem meg lett volna. Hát, easy. Akkor mennyi van meg? Kettő? Aha, nem verseny. És akkor még hármat kéne, magyarul maradékot meg kéne tudnom csinálni. Hát, mindjárt megnézem, hogy a Galard. A Galardó az hanyas hitű. Jó. Na, tehát akkor elvileg most már tényleg csak ezt a hármat meg kell csinálni, 13 percig életbe kéne maradni, és az idő alatt hát, ha meg lenne a többi is. Az lezúzta bazd meg saját magát. I lost him guys, bazd meg lezúztad saját magadat. De a semmivel. Aha. Ez a baj, ez nem ezen az úton jön. Geci, az meg fent van. De ilyenkor nem bír bazd meg előugrani a semmiből egy kurva járőrkocsi, mint amikor elmenekülni akarok.
Mert az ezzel már tényleg nem tudok mit csinálni, amikor izé saját magát tropára zúzza egy izé, egy ilyen stráda falon. Na hármas szinten már hát, ha nem ilyen balfaszok. Ez is lemaradt. Ugyanolyan balfaszok. Túlságosan lassú volt. Megint, az meg lemaradtak. De ez a baj, hogy amikor meg el akarok menekülni, akkor meg nem bírnak így lemaradni. El is tűntek. Hol a faszomba vannak ezek? És még a felé, még a negyedénél se tartunk. Mert a bounty az már pörögni fog, hogyha elérjük a heat 5-öt. De ez éve stopperbe még nem. Férek mellette.
Hát ott most vége volt majdnem. Ne álljon mögém senki. Na most itt ez egy megoldásom volt. Baszd meg! Hát majdnem kurvára elkaptak. A korvettek. Az úgy lett volna az igazi, hogyha ezért a útorlaszra rá tudom borítani azt a csónakot. Akkor most egy percig hagynom kell, hogy üldözzön, még nem kap erősítést. Mibe akadtál el megint? Megint elakadt.
De mi nem arról volt szó, hogy egy perc múlva kap erősítést, akkor most mi ez a másfél perc? Ez is mindjárt lezúzza saját magát. Jössz onnan? Mert SUV lesz lezúzva, nem a Corvette. Jó, megvan a bounty. Most komoly neki vezeti izébe, átvezetőbe a falnak. Na és most, tehát oké, vártunk az erősítésre, azt most akkor izét, nemzeti gárdát kell rám küldeni. Vaj, nem ismeri ez a játék az átmeneteket. Na, itt lehet vége van. Jó, nem. Hát megint nem jelezte előre azért, azt, hogy ott blokád van. Csak az a baj, hogy nagyja, az baszott oda feljönni. Hát én most már lelépnék. Nagyon bal oldat bőven. Ó, 15 másodperc kell még. Jó, akkor most megpróbálunk megint lelépni.
Még két kocsit meg kéne zúzni, és nem tudom, hogy a faszba. Most mindjárt rám jön az egész hadsereg. Az egy... Ez be se adta. Hát nem igaz, hogy ez nem adja be azt a kettőt. Balra. Ez gondolom ugyanaz. Most az is megvan. Na most már végre elmenekülhetünk tényleg. Az a baj, hogy fél perc múlva erősítést kap. Ó, oh, és itt pont van egy rejtek hely. Beszarok, hogyha ez bejön. Ott van! Micsoda? Te is részve ennél többre nem viheted. Ez annyi pénzt meg sosem tette fel a fodal, még jövős voltak már. De akkor mi az, hogy még nem hívhatom ki Razert? De... Jó, tehát egyszerre kaptam két SMS-t. Az egyiknek az a tárgya, hogy ezért, hogy még nem hívhatom ki, meg ennyi pénzt még nem tettek meccsre, meg blablabla. De közben meg az is arról szól, hogy nyírjam ki, és akkor erre Razer is küldjük.
a disco. Let me gas up, go down and get ghost. Ain't talking for the fucking for the. I like to get your stupid. Hát akkor mindjárt megoldjuk úgy, hogy teszünk egy ilyen átlósat, és pontosan ugyanolyan színűre lefestjük. De miért csak az egyik csíkot festetted le? Egyszer. De hogy tudok akkor jobbra ugrani? Jó. Nem is figyeltem, hogy itt is van ilyen egyedi kilométer óra. Én azt mondom, hogy készen állunk visszaszerezni a kocsinkat. Na, nagyon jó lesz. Legalábbis remélem. Öt verseny, az igen! Good to see you, been a while. Just keep running like you have and this race is yours. Look who came crawling back. I'm glad you're here, Sugar Plum. You brought me luck last time. Make sure you smoke him and get that ride back. I'll take care of the rest. You ready to donate another car to the Razor Fund, baby? It's go time. Nyát picsáját azt. Hát ez sejtető út. Hát, ebből McLaren lesz az a baj. A gyorsulásom az túlságosan elmaradt tőle. Mondjuk most sikerült visszahozni. Ahol mondjuk tud ez végsebességet. Tényleg csak a gyorsulása jobb a McLarennek. A Razor Papi nagyon lemaradt valahol, most jön felfele. Hát, eddig egy null ide. Aha, hát ez szopósabb lesz.
mint az nyilván nem lesz meg elsőre. Hát így pláne. Faszomat! Kurva anyádat! Ja, hát mondjuk úgy eléggé könnyű, hogy azért tudja előre, hogy merre vannak a kocsik. Na, mert nekem itt meg azt kell találgatnom, hogy azért, hogy vajon hol jönnek elém. Akkor még az a rohadt nagy mázlé, mert ugye annyi Trogger játék volt már ebben a sorozatban, hogy legalább azt fel lehet neki hozni, hogy nem folyamatosan a leges-leges legelejéről kell kezdeni. Tehát, hogy mindig csak az adott versenyt kell. De hol a faszba menjek akkor itt? Hát bazd meg, szemből is jönnek, jobbról is. Mindjárt kipróbálom a jobb szélt. Jobb szél, már ott is telibe. De ezt ugye a másik szél, csak a köztes átmenetbe jó elvileg. Nem, fingom sincs, bazd meg. Mondanám a bal szél, de hát oda meg nincs időm átsorolni. Most sok annyira bal szélre figyeltem, hogy ezt a szart nem vettem észre. Tényleg, tehát ebben a játékban ezek a izék, ez értékelhetetlenek ezek a drag részek. Nem, de akkor hol a faszomba menjek, bazd meg? Nem tudom egyszerűen. Lefékezni se lehet, és pontosan úgy jön a két kocsi, hogy nem lehet őket kikerülni. Tök jó, hogy amúgy átmentem a szembejövő sába, csak ő nem akarta felfogni. Nem, itt is. Hogyha balról a másodikba megyek, ott is ugyanúgy telibe találom, az kész, ezzel ki is lőttük az összeset.
Nem, hát ezt még 5 milliószor eljátszhatjuk amúgy. Én ráérek. Tessék, mert hogyha meg tehát ott lelassítok, vagy elengedem a gázt, akkor meg nem érek be. Persze, ő nem ütközik neki amúgy semminek. Faszapó buzi játék. De mi a kurva anyáj nem váltott vajon vissza? Bazd meg, és akkor mennyit váltsak még vissza, nyomjak satúféket, vagy mi a geci van? Most azt lehet látni, hogy a Bömbi az a másik sávba ment át, de ezért, hát ugye azt is kipróbáltuk. Na mi van, köcsög, lezúztad magadat? Hohohohoj! Hát akkor most már nem kell sehova se sietnünk. Így ne. Szopjál le. De most, hogy kicserélték ezt a nyomorút, azt megtanult vezetni. Hát eddig azért baszott el kanyarokat is, azért ment lassan, vedd be szarul azért kikerülést, most meg semmi.
Na, ott látom, pedig így a kidőlő dolog, hogy... Tehát megy neki tereptárgyaknak is, csak hát baszik lassulni. Jó, hát ezt... Jó, de ezt kezdjük újra inkább. Úgy bassz meg, hogy pont ez elé kellett bebaszni. Jó, hát gondolom már megint behozhatatlan előre tett szert. Így látszik a nyomvonalából, hogy ő megint egy kocsinak nem megy neki. Most egy tereptájnak se. Mert nekem meg ilyen annyira egyértelmű helyekre, tehát így kanyarok íveibe bassza be mindig a civil kocsikat, meg itt is, tehát egy szembejövet, oda menet, és mindenhol itt vannak ezek a kurva civil kocsik. Tényleg elmondhatom most már, hogy a Prostreet-et kb. Azért várom legjobb, hogy ezeket a faszapó civil kocsikat ne kelljen már végre kerülgetni verseny közben. De ez is bazd meg befordul elém! Hát mi a geci ez? Tehát, hogy neki megyek az egyik sarkának, az még rám húzza a kormányt, hogy nehogy mehessek.
hogy a kurva anyába ért be amúgy megint ennyire. Hát bazd meg, ez nem igaz! Jó, legalább a shortcutnak neki ment. Ó, de takarodjatok már előlem! Faszomat az, bazd meg, öt egymást követően, öt kurva kocsi jön nekem. Na végre bazd meg! Ez még így is van hátra két verseny. Ah, de... azt az ott mi volt? Ott van valami shortcut. És rendesen még a hasam is elkezdett ettől a játéktól görcsölni.
Várjunk, csak nézzük meg. Hát lehet, hogy ott bal oldalt van valami shortcut, de én nem látom. De ő persze megint használja. A kivezetését azt láttam, úgyhogy akkor szerintem én is használhatom. De bazd meg, elé is ugorjon már be valami szar! Vagy basszon egy shortcutot, bármi! Persze megint az utolsó körbe kell így elhúznia a gecibe, hogy csak azért is az egészet újra kelljen kezdeni. Na most végre elbaszott valamit. Aha, pont ezt a shortcutot. Na, legalább végre egy kis igazság, hogy pont azt a shortcutot bassza el, amivel ekkora előnyt szerzett. És most ezzel én szerzek 1200 méternyi előnyt. Hát ezt már csodával se hozza vissza a faszapó szerintem. És akkor még egy maradt. Hát persze, bazd meg! Mert megint a kurva nyergest kell bebaszni, amit nem lökhetek el.
azt, hogy a faszomba, bazd meg! Ez most komoly, hogy utolsó kurva kanyarba kap bazd meg Nitrót. És bazd meg, és megint itt tér befele. Nem mehetsz be még egyszer, geci! Meglepő, hogy a csaj a rendőr. The most wanted street racer happened to get away. What about the blacklist? Forget the blacklist.
They're through. I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! De nem tudom, hogy Crossnak miért vagyok ennyire a bögyébe. Na, visszakaptuk a bömöst. És most mi van? Tehát így elmondták, hogy lekapcsolták az összes blacklistest. És hogy most én jövök. Csak kérdés, hogy most hova menjek? Vagy csak lépjek le, vagy... Baszki, hát ez szép baleset lesz, hogy ezt az egészet én lerázzam. Az a baj, ezek nem nagyon akarnak elfogyni. Rongyolás marad. De mindig nem hagyom lefelő. Ja, hogy itt van. Hát bazd meg, ezeket le lehet egyáltalán hagyni. Persze, ez is pont elém fordul be. Szerintem itt le se lehet lépni, de akkor mi a fasz csináljak? Nincsen izé blacklist feladat. Már látod, hogy távolodok attól, de a, izé, a zöld mezőben már nem ment be a csík.
De azt se írja, hogy mit tudom én, valamennyi vérdíjat szedjek. Na tessék, most is. Baszki. Tehát azt mondta, hogy menjek valami híthoz, mert most már nem mehetek egyetlen egy rejtek helyre sem, mert hogy Cross kiderült, hogy mindegyikről tud. Ja, azt mondta, hogy érzi, hogy az én kocsimmal elvileg át tudok ugratni valami hídon. Na, nézzünk egy mapot. Ha engedne. Nem nézhetem meg a mapon, hogy merre van pontosan. Bassz meg. Na, megérkeztünk. Ah, szerintem eddig le is volt zárva ez a hely. Akkor szerint vége. Te vagy a legjobb Rockportban. Hát el sem hiszem, de vége van, úgy néz ki. Hú. Hát bevallom őszintén, így a végére, hogy hát az biztos, hogy ez eddig a... Tehát, hogyha mai fejjel nézem, és nem a fan részt nézem, akkor ez volt eddig a legjobb Need for Speed a háromból. Mert az Underground 1 az ezerszer jobban csalt,
és ebből adódóan jobban felbaszott, meg azért látszódott, hogy ott még csak kezdődik ez az új irány. Az Underground 2 az nagyon jó volt tuningba, viszont mocskosul unalmas lett a végére. Tehát már úgy a felénél igazából már unalmas lett. Itt, hogyha most kivesszük azt, hogy igen, tehát az eléggé csalt párszor a játék, meg néha felbasztak a rendőrök, olyan nagyon durva hibát nem tudok mondani, mint az előző kettőnél. Úgyhogy, ja, én pozitívan csalódtam a Most Wantedbe. Tényleg, szerintem egy tök kellemes játék volt. Kíváncsi vagyok, hogy ezek után a Carbon milyen lesz. Mondjuk az ugye nem PC-n lesz játszva, hanem PS3-on. Mert azt meg... Tehát nekem az volt az egyik top Need for Speed az Underground 2 mellett. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy az majd milyen lesz. Most egy pár napig szünetelni fog maga a stream nem, csak a Need for Speed streamek, ugyanis hát meg kell várnom, hogy meghozza a posta a Carbont. De, hogyha majd sikerült meghoznia, akkor utána folytatni fogjuk vele. És hát ugye az a baj, hogy a június közepe az már közelít, úgyhogy hát belehúzunk mindenképpen. Úgyhogy majd készül erről a játékról is az elfeledettek videó. Én köszöntöm szépen a figyelmet, sziasztok!